késő délelőtti szekció utolsó előadójaként fölkérném Farkas Andrást, az Ökopolis Cluster elnökét, hogy a klaszterekről mondjon nekünk néhány szót. Önképpen az innováció menedzsmentnek, ha jól értem, akkor kicsit így a szervezeti humán oldaláról fogsz beszélni. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Amikor egy klaszterről gondolkozik az ember, akkor azt gondolom ugyanúgy, mint egy vállalatnál, vagy bármi nevű program szervezetfejlesztésnél az első, hogy egy víziója legyen, hogy mit szeretne elérni és hogyan. Gyakorlatilag az Ökopolis klaszternél egy nagyon komoly stratégia alkotáson keresztül kezdtünk el tevékenykedni ennek az ideje, ez 2006-ra tehető, ez egybeesik a Pulzs programmal, és később majd a klaszterbe vittük át azt, amit a Pulzs programban megfogalmaztunk a Pannon Egyetem, illetve Székesfehérvár megyei jogúváros, Veszprém megyei város együttműködésében. Nálunk az Ökopolis Pulzs programban egyébként számos egyéb tevékenység is szerepelt akkor még az Ökopolisban, mint a média benne szerepelt, még az e-közigazgatás, tehát klaszter, amikor átvittük ezeket a programokat ilyen klaszter szervezésbe, akkor ezeket észszerű volt külön választani. És hát a stratégiai tervezésnél, ugye az ember amit nem tudsz megspórolni, és talán ez volt a legnagyobb tulajdonság, vagy mondjuk így tapasztalása a stratégiai tervezésnek, hogy egy közös nyelvet kiformáljanak a résztvevők. Megdöbbentő volt, hogy itt egy stratégiai tervező szoftvernek a diáját láthatják, ez az Eidos szoftvernek az egyik diája. 19 partner ült össze, és gyakorlatilag mintegy 30 ember, hogy közös stratégiát alkossunk, és a tapasztalat az volt, hogy nem egy nyelven beszéltünk. Egyébként ezt így mellékmondatban mondom, hogy mellékvágányom, hogy ezt a szoftvert kipróbáltuk egy hazai hivatalon, amely hivatal feladata, mondjuk így az iparjog védelem, és akkor nem mondom el, hogy melyik hivatalban, de ki lehet találni, és megnéztük a stratégiáját ebbe a szoftverbe betöltve, és leültettük az osztályokat, és ott derült ki, hogy hiába van leírva egy mondat, és a mondaton mindenki nyelvtanulag, mondjuk azt talán ugyanazt érti, de amikor el kell kezdeni dolgozni, akkor kiderül, hogy teljesen mást értenek egy dokumentumon, tartalmilag is, megfogalmazva is, mást értenek szavakon. Ezért azt gondolom, hogy a stratégia alkotáshoz annak az első lépcsőfok és a legfontosabb lépcsőfoka, hogy a partnerek egy közös nyelvezetet, egy közös gondolkodásmódot elsajátítsanak. Az a szervezet, aki úgy épít stratégiát, hogy ezt megspórolja, akkor a stratégiája a fiókba fog kerülni. Ezt előre garantálom. Ezért mondják azt, hogy amikor egy szervezet, mondjuk egy nagyobb intézmény stratégiát fejleszt, akkor azt kell, hogy mondja, hogy az összes vezetőnek ott kell, hogy legyen a megbeszélésen, és nem lehet megspórolni. Egyébként ennek körülbelül az időtartama egy két nap. Tehát gyakorlatilag két napot kell azzal foglalkozni, hogy az ember egy közös nyelvezetet megfogalmazzon, hogy a stratégiában a fő elvárásokat, víziókat és azokat a gondolatokat, alapvető szabályokat megalkossa, amifele indulni szeretne. Amikor nálunk egy stratégia ugye elkészült, és látható, hogy mennyiféle program valósult, vagy programot tettünk bele, ez egy 22 milliárdos program volt egyébként. Jelenleg ez 2006 végén, 2007 elején fogalmazódott meg. Már azt tudom mondani azért csak, hogy ebből a 22 milliárdból olyan 13-14 milliárdot a partnerekre hívtak, és gyakorlatilag úgy, hogy az önrészt mellé rakták természetesen, és megvalósították a fejlesztéseket, saját termékek, technológiák, illetve intézmények jöttek létre ezekből a fejlesztésekből. Amikor a működés kidolgozásáról beszélünk, akkor azért azt mondjuk el, hogy 2008-ban az ország még kicsit tapasztalatlan volt a klaszter kérdésében, és nem tudtuk, hogy hogy működik, nem tudtuk, hogy hogy álljunk hozzá. Eleve az kérdés volt, hogy mi legyen az a szervezeti forma, amely a menedzsmentet biztosítja, illetve a menedzsment feladatokat ellátja.
Arra jutottunk egyébként, most már így utólag azt mondom, hogy ez egy KFT formája a legszerencsésebb több okból, mert a KFT képes szolgáltatásokat nyújtani, illetve lehetősége nyílik arra, hogy kicsit rugalmasabban kezelje, gyorsabban, hatékonyabban tudja kezelni a bejövő, kimenő szolgáltatásokat. Ami szerencsés, a non-profit szervezetnél pont az áfával problémák vannak, hogy most hol számolom el, miként számolom el, és legyünk őszinték, hogy az akkreditációnál a bevételeket fel kell tudni mutatni, hogy a menedzsment szervezet mennyi, mekkora összegetése mondjuk az összgazdasági partner, klaszter összgazdasági partnereinek az árbevételének adott százalékát az közös együttműködésre kell fordítani. Nálunk azért nem olyan egyszerű ez, hiszen a gazdasági partnereknek az árbevétele az megkaradja, vagy majdnem eléri, bocsánat, a 4000 milliárdot. Tehát azért igencsak ki kell tenni magunkat azért, hogy ezek az együttműködések összüljenek. Amikor arról beszélünk, hogy az együttműködés, tehát hogy a klaszter elkezdjen működni, az első lépcsőfok egy együttműködési megállapodás kidolgozása volt. Ebben az együttműködési megállapodásban sarokpontokat határoztunk meg. Ez volt az egyik, hogy a klaszter menedzsment szervezet az gyakorlatilag kizárólag a klaszter stratégiáját hajthatja végre, és a klaszter stratégiája mentén kell, hogy dolgozzon, illetve még egy alapvető feltevés volt, hogy a klaszter menedzsmentben egyetlen egy tag sem, illetve akik a tulajdonosi szerepet elvállalták, egyik sem léphet túl egy bizonyos arányt, illetve nem kerülhet domináns szerepbe. Ezek voltak az alapvetők, illetve azt határoztuk meg, hogy ahhoz, hogyha későbbben valaki csatlakozni akar, a csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, amiben egyben van egy titoktartási kötelezettség is, és mindamellett van egy olyan, hogy vállalja, hogy befizeti a költségeket, illetve vállalja, hogy a klaszter stratégiáját végrehajtja, illetve még egy nagyon fontos feltétel van benne, hogy csak akkor lehet csatlakozni, hogyha van ajánló szervezet az lehet, akivel együttműködik a partner, tehát fel tud mutatni együttműködést, vagy pedig egy közös projektet már azonosítottak és dolgoznak rajta, hogy abban együttműködjenek. Ezt követően a csatlakozás nyilatkozatot benyújtja, és a közgyűlés fog szavazni arról, hogy az illető partner fölveszünk, vagy nem veszünk föl. Ugye a működés szempontjából mégiscsak a cluster management szervezetet föl kell tartani. A tagdíjak ugye a magyar akkreditációs szabályok alapján 120 000 forintot kell, hogy meghaladjon minden szervezetben nézve egy klaszterben, az az akkreditációs szempontok között szerepel, tehát minden szervezetre vetítve legalább 120 000 forintos éves tagdíjat kell, hogy fizessen mindenki. Ennél több is lehet, de kevesebb nem. Ebből nem lehet fenntartani egy jól működő klasztert, ebből következik, hogy azt határoztuk meg, hogy minden sikeres projektből, vagy lehívott partneri támogatásból, vagy pályázati pénzből 1%-ot a Cluster Management Kft.-nek befizetnek mint támogatást, illetve a Cluster Management szervezet az munkákat lát el a cluster tagok felé, és ennek a cluster munkának, vagy mondjuk így támogató munkának a összegét azt ilyen 2,5%-ban húztuk meg alól, tehát hogyha mondjuk ez pályázati írás, akkor így mondjam, akkor 2,5% alatt nem lehet elvállalni. Fölötte lehet, attól függ, hogy állapodunk meg, mennyire több munka van, de hát eltérő, és majd kitérünk arra, hogy igyekszek kitérni, hogy akkor a cluster management szervezet utána épül föl. Mindemellett van egy SMS-ünk, amelyben rögzítettük a munkacsoportokat, hogy a közgyűlés mikor kell összehívni a cluster management, kinek mikor tartozik be számolásra, majd választottunk egy elnököt, egy cluster management szervezetet megalapítottunk, és egy ügyvívőt megválasztottuk. Menet közben úgy alakult, hogy az elnök és az ügyvezető igazgatói pozíciót is én látom el, amely bizonyos mértékig szerencsés, bizonyos mértékig meg hátrány, mert egyel kevesebb munkás kész van a klaszterben, ami azért sokszor hiányzik. Amikor az Ökopolis klaszter elindult egy fejlődési szakaszon, akkor azt tudom mondani, hogy az első mérföldkő az akkreditáció volt, amely akkreditációt úgy tudtuk elérni, hogy nyertünk egy induló klaszter pályázatot. Azt azért hadd mondjam el, hogy hát a belső infók szerint nem nagyon lesz már induló klaszter pályázat, hanem inkább fejlődő klaszter pályázatokat akarnak támogatni. Ennek az oka az, hogy ma Magyarországon 600 környéki klaszter van bejegyezve,
de gyakorlatilag ebből, ha azt tudom mondani, hogy 100 amíg működik, és akrétár klaszter pedig ilyen, lehet, hogy most már ugye a 30-hoz közeli, de 27-28 akrétár klaszter. És az akrétár klaszterekből sem tud mindegyik kifogástalanul működni. Nem egyszerű egy klaszter tartani, nagyon komoly követelményei vannak. 2010-ben ugye elnyertük az akkreditációs címet, ez megnyitotta a lehetőséget, hogy a klaszter tagjai magasabb intenzitású pályázatokra tudjanak bemenni, ez azt jelentette, hogy mondjuk egy partnernél, aki egy 360 milliós támogatást nyert el, a 360 milliós támogatásból 70 millió forintot csak azért kapott, mert az Ökopolis klaszter, akkreditációs klaszternek a tagja. Ha ez nem tagja, akkor ennyivel értelemszerűen csökkent volna a támogatás intenzitás. Ezért mondtuk azt, hogy az össz ugye a 360 millió forintnak az 1%-át fizesse be, úgymond a Cluster Management Kft. Támogatására. És ilyen szempontból, ha nézem, az egy ilyen mérték, tehát a 70 millióhoz viszonyítva a 3,6 millió forintot, tehát elhanyagolható, vagy nem elhanyagolható, de azt gondolom, hogy még mindig egy korrekt megállapítás, amiből a működés támogatható. Azt kell, hogy mondjam, hogy az akkreditált klaszter tagok összejárnak egy szövetségbe, illetve most már a Keller Péterik, a klaszter iroda egy klubot üzemeltet, amelyben rendszeresen azt tudom mondani, hogy negyed évente összeülünk és megbeszéljük a problémánkat, igyekszünk a pályázatokra ráhatni, javaslatainkat elfogadják, le tudjuk tenni a véleményünket és lobbizni tudunk a jövőért. Azt tudom mondani, hogy ezeken a megbeszéléseken az a gyakorlat alakult ki, túlnyomó részt az összes akkreditációban, hogy ezeket a juttatásokat, ez az 1%-os együttműködés támogatás befizetése a gyakorlat. Amikor a menedzsment szervezet tevékenységéről beszélünk, itt látható, hogy nagyon sok minden van a palettán, az a legfontosabb, hogy a menedzsment szervezetet nem szabad felduzzasztani. Tehát a létszámból mindig probléma van. A menedzsment szervezetet inkább úgy kell felállítani, hogy a klaszter tagjaiból egy adott feladatból igénybe kell venni, akár megbízási szerződéssel, akár igényes alkalmazással az illetőt, hogy foglalkoztatni. Ugye korábban a pályázatokban kifejezetten cél volt, hogy foglalkoztatást kellett felmutatni. Hát megmondom őszintén, hogy a fenntartási időszakban még izzad az ember, azt a bért, illetve azt a bértömeget miként fogja kifizetni, illetve hogy gazdálkodja ki. És hát a nagyon könnyű indikátorként beírni, amikor ír valaki egy pályázatot, hogy jó, hát 5 ember, 10 ember vagy 15 ember foglalkoztatok még 3 évig, de hát ha belegondoljuk, hogy 3 embernek a bére mondjuk alaphangon is, hogyha nem egy kutatóról beszélünk, akkor is a 10 millió forintot meghaladja, és éves szinten, és akkor éves szinten ezt ki kell gazdálkodni, és ez csak bérre megy el, mellette fel kell tudni mutatni, hogy a cluster management szervezet az pozitív, tehát a gazdálkodását nézve mindig eredményes, ezt meg ugye tudjuk, hogy a számvitel alapján, hogy a bérek csökkentik, vagy növelik a költségét az embernek, tehát annál több árbevételt kell produkálni, az áfát ugyanúgy meg kell fizetni, tehát azért jönnek itt sorba a kérdések, hogy egy cluster management szervezetet miként működtetek, és ugye nagyon fontos az, hogy a cluster management szervezetben ezért, hogy a bért, illetve a bérjárulékot azt egy határon tartson. Amikor mi a Ökopolis klasztert létrehoztuk, egy nagyon fontos szempontot határoztunk meg, hogy a tagjainkat, és azt tudom mondani, hogy az Ökopolis klaszter az egyedül olyan klaszter Magyarországon, ahol heterogén az összetétel, mi nem abba az alapján választottuk a tagjainkat, hogy egy iparágba tartozzanak, hanem azt mondtuk, hogy az innováció legyen a fő szempont és a fő mozgatórugó. Tehát mindenki fejleszen, innováljon és legyenek közös programjai a partnereknek. Mind lehet levérni egy klaszter tevékenységét azon, hogy a partnereinek milyen eredményei vannak, és nem a klaszter menedzsment szervezet eredményei számítanak, hanem arra, hogy a tagoknál milyen profit, milyen új projektek, milyen új termékek, milyen új szolgáltatások tudnak megjelenni. Tehát ez az a mérőeszköz, ami alapján dönteni kell. Még egy gondolat, hogy egy
300 KKV-t kiválasztottunk a középdöntő régióból statisztikai módszerekre, és csináltunk egy mély interjús felmérést. Hát megdöbbentő volt, hogy ha megnézzük a innováció gátját, milyen tényezők jelentik, akkor azt lehet mondani, hogy a forráshiány, a piaci kockázatok és a nem, pontosan a nincs rá szükségem, jól látom, igen, a nincs rá szükségem, ez a három a 80%-át kiteszi az innováció gátjára. Tehát ezen a felvilágosítással, a forrásbevonással és kockázati csökkentésével egy klaszter kiválóan tud úgymond segíteni. És még egy dolgot, utolsó előtti diát engedjenek meg, ahol megnéztük, hogy a sikertényezői mi az egyes cégeknek, azok, mert miért érdemes egyáltalán ugye ez a válasz arra, hogy a klaszterben bent lenni, egy klaszterben együttműködni. És jól látható, hogy az egyik legfontosabb, hogy a új termékek, szolgáltatások jelentek meg a partnereknél. Ez jelentett egyébként minden egyes új termék, szolgáltatás a non-profit oldalon, mert azért nálunk tag a Természettudományi Akadémia, vagy bocsánat, Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjai, a Pannon Egyetem, a Dunai Városi Főiskola és még több non-profit kutatószervezet. Ezek mindegyike a projektekből a másik oldalon, mint kutatási projekt részesül. Tehát a kettő együtt mozogva új piacokat, új támogatási lehetőséget jelent. A klaszternek az alapja a bizalom, együttműködés, és amit el tudok mondani, hogy mindenki annyit tud belőle profitálni, amennyi munkát beletesz. Tehát ne higgyük azt, hogy a klaszter az egy aranytojást őtjük, nem, hanem abba dolgozni kell, de egyet tudok mondani, hogy minél több munkát tesz bele valaki, amelyben profitál belőle, és azt tudom elmondani, hogy van olyan kis vállalkozás, aki milliárdos profitot tudott kihozni, és van olyan nagy vállalkozás, aki meg néhány millió forintos profitot, vagy néhány 10 millió forintot tudott csak kihozni a klaszterből, de azért, mert nem megfelelően tette vele a munkát. Köszönöm szépen a...